Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket a községi önkormányzat nevében rendezett idősek napi ünnepségünkön. Első műsorszámunk rögtön a Bogácsi Pálba kör. Kérem, fogadják őket szeretettel. Elmennék én az erdőbe, de csak úgy, ha lehet. Ráépnék egy fenyőágra, de csak úgy, ha lehet. Fenyőágról fenyőágra, fáj a szívem egy barnára, de csak úgy, ha lehet. De csak úgy, ha lehet. Szapulnak az asszonyok, hogy én mindig bort iszok. Iszok is kedvemre, váljék egészségemre. Iszok is kedvemre, váljék egészségemre. János bácsi emberken, no hát akkor igyéken, billegjünk, ballagjunk, meg megálljunk, ittassunk. Billegjünk, ballagjunk, meg-megálljunk, ittassunk. A csentei túrós mácsik, egyik hosszabb, mint a másik. Se nem túrós, se nem darás, csentlevődben nincs maradás. Édesanyám jánya voltam, még szeretőt nem tartottam, de most midőn egy akadott, engem anyám eltagadott. A csentei híres jányok mindig a csárdába járnak. Reggel felé megy az édesanyja, sodrófával veri haza. Reggel felé megy az édesanyja, sodrófával veri haza. Igyár, begyár, múlik a nyár, úgysem soká duhajkodsz már. Erre gyere, hajt, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Tedd le rózsám a szűrödet, betúl lefedni bennünket. Erre gyere, hajt, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Addig iszom, míg csak bírom, míg a subát el nem iszom. Erre gyere, hajt, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Ha a subámat eliszom, arra se lesz semmi gondom. Erre gyere, hajt, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Erre gyere, hajt, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj.
eddig a legszebb volt. Borticik az úton járó, akár szegény, akár báró. Én is úton járó vagyok, borticok, mikor akarok. Igyunk arra, aki búsul, kinek könnyebb földre csordul. Földre csordul, barnakot most, mibe babám jó csinget most. Az a híres domázi menyecske ringet, rongyot, ha sígatott az este. Nem kell néki az asszót, csaka-csaka, csak a pálinkás kossó. Az a híres domházi menyecske, a kapuba áll minden szombat este. Forgatja a gyűrűjét, oda várja a régi szerető. De szeretnék vele menni a bálba. 5 literes kosó van a kezembe, barna legény, mindig te vagy eszembe. Illik a hajlik a göndör, haja, haja száz felé hajlik a gyenge vállára. De mi a bárba. Hely piros bar, piros bar, mindjárt rám kerül a sor. Egy ince bor nem állt meg, régi babám csókolj meg. Hely piros bar, piros bar, mindjárt rám kerül a sor. Köcsög babám tetejét, hagy ígyam ki fenékig. Töltsek babám tetejét, hadd ígyam ki fenékig. Köszönjük szépen a pálakörnek ezt a víg hangulatú dalcsokrát. Már hagyományá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában töltött évek után köztünk megérdemelt nyugdíjas éveiket töltetik. A következő percek a hálái és a köszöneté. Kérem, fogadják polgármesterünk Csendesné Farkasait köszöntő szavait. Jó napot kívánok! Bogács község önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamennyiüket. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, és megjelentek most itt ezen a szép őszi délutánon, hogy együtt ünnepeljünk.
Nekem az a tisztem, illetve mai nap arra készültem, hogy köszöntővel, ünnepi beszéddel üdvözöljem Önöket, és ez bizony nem könnyű feladat. Kerestem könyvekben, interneten segítséget, de csak addig jutottam, hogy október 1-e az idősek világnapja, és ezen kívül még a zene világnapja is, és képzeljék el, a fájdalomcsillapítás világnapja is. Nemzetközi szervezetek, politikai csoportok, érdekszövetségek az év csaknem minden napját elkeresztelték már valamilyen címen, és ezek közül a legjelesebbeket évről évre megünnepeljük. Így az idősek napját is, minden évben október 1-én, illetve mi itt Bogácson úgy, hogy az október 1-éhez eső legközelebbi péntek délután ünnepelünk. Mi a munkatársaimmal nagy-nagy szeretettel készültünk erre a délutánra, már hetekkel előtte elkezdtük tervezni, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra, ki legyen a vendégfellépő, és persze a helyiek, az iskolások, óvodások és a pávakör is lázasan készült, próbáltak a nagynap előtt azért, hogy méltóképpen tudják Önöket szórakoztatni. S hogy hányan is vannak itt a településen idősek, 70 éven felüliek? Tapasztalatból tudom, hogy ezekre a számokra kíváncsiak. Sokakat foglalkoztat, és meg annyi beszélgetés középpontjává válik. Keresgélik a faluban, hogy vajon ki lehet már túl a 80-on, vagy esetleg a 90-en. Így hát egy kis statisztika fog következni, kollégám Kovács Dóra segítségével kigyűjtöttem, hogy Bogácson ma 291-en vannak 70 éven felüliek, vagy 70 évesek. Ez a település lakosságának egy heted része, ez tehát azt jelenti, hogy minden hetedik bogácsi 70 éves vagy annál idősebb korú. A 291 főből 98 férfi és 193 nő. Biztos sokáig tart majd összeszámolni, végigjárni gondolatban a falu utcáit, hogy kik is azok a férfiak, akik 70 éven felüliek. 80-nál idősebbek közülük már csak 74-en vannak, közülük 23 férfi és 51 nő. 90-nél idősebbek pedig 10 mindössze a településen. Egy 90 évnél idősebb férfi van, Nagy Gyuri bácsi a Vasalbert utcában. 100 évesnél idősebb néni is van a faluban, Fodor Gáborné. Őt és mindazokat, akik nem tudtak eljönni, innen is szeretettel üdvözlünk, és reméljük a tévében meg tudják majd nézni ezt a mai műsort. Természetesen jól hangzik azt mondanunk, hogy a korunkat ne a naptár számlálja, hanem a lelkünk mutassa meg, mennyinek érezzük magunkat. Azért az a huncut naptár csak mindenféle simítás nélkül elárulja valamennyiünk korát. Furcsa természet az ember. 20 éves korunkban a 40 évest már öregnek gondoltuk, aztán ahogy telnek az évek, úgy tolódik ki ez az időpont a 70-es, 80-as korosztályra. Én ma itt egy öreget sem látok, csak idősebbet és idősebbet, mely biztosan már az én koromból következik. S hogy mit is ünneplünk ezen a napon? A naptárt vagy a lélek által mutatott kort? Úgy vélem, hogy leginkább az embert, aki egy teljes élettapasztalásával, érzéseivel, értékrendjével, példaadásával van jelen közöttünk. Az Önök szerepe a településünk életében igen jelentős, hiszen az életrendje az, hogy a fiatal nemzedék az elődök által megalkotott világba születik bele. Munkákat az elődök eredményeire építve végezzük. Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előre haladtával saját utódainknak mi is értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök, az Önök által nyújtott a mintából meríthetünk hitet, erőt és bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket, sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával. Segítségükkel őrizzük és ápoljuk hagyományainkat, adjuk át azt a következő nemzedéknek. Életvitelük példa mindannyiunknak, hiszen a rengeteg munka után a család eltartásáról, a gyerekekről való gondoskodást követően tudjuk, hogy az Önök legtöbbje, hogy Önök közül ma sem pihennek sokan. Legtöbbjük erejüket megfeszítve és lehetőségeikhez mérten, még mindig a fiam, a lányom, az unokám segítésében munkálkodik. Egyesek anyagi javakat juttatnak, gyűjtenek, gyermekeiknek mozgósítják tartalékaikat,
míg mások vigyáznak az unokákra, ételesbe tesznek néhány apró porció derejét, és vigyázva, hogy ki ne boruljon, még helybe is viszik. Mert tudják, a fiatalok élete sem könnyű manapság. Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat, hiszen a mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezünk róla, törődéssel tartozunk az idősek felé. Szeretettel gondolunk önökre és mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben a család nyújtotta örömökkel töltsék a pihenés éveit. Kívánom, hogy szeretteiknek minden legyen idejük, mindig legyen idejük egy jó szóra, egy érintésre, egy mosolyra, egy simogatásra. Érezzék, hogy nem hagyják magukra önöket, hogy fontos részei az életüknek. Sütő András szavaival zárnám a mondani valómat. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. És a ma délutánra mindenkinek jó szórakozást kívánok, jó étvágyat a finom vacsorához, és kívánom, hogy érezzék jól magukat egymás társaságában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen polgármester asszonynak köszöntő szavait. A következő percekben pedig a ünnepi műsorunk következik. Elsőként fogadják sok szeretettel az óvodások műsorát. Az leújlott fa levelet helyett.
Pintér Olivér, Szalai Borbála, indulhat a vonatunk. Fogadják őket szeretettel. Aranyosi Ervin, ölej, szeres kortalanul. Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz. A megfáradt szív is, lennik örömet fordoz. Lenni kell álomnak, lenni kell oknak, legyen céljuk a fáradt karoknak. Ölelés és mosoly, várja a lélek. Érzi, még itt vagyok, érzi, hogy élek. Szeretet parázsát ne hagyd kihűlni, a lélek fájdalmát altodra ülni. Tárd ki a szívedet, élj szeretettel, öleljen, örüljön, míg él az ember. Rajzoltam egy vonatot, vonatra egy ablakot, ablakba egy nagypapát, ölébe egy unokát. Én vagyok az unoka, nagyapám a nagypapa. Az ablakba mi vagyunk, indulhat a vonatunk. Elmúlt egy újabb esztendő, történt jó is, rossz is, elegendő. Idősebbek lettünk egy évvel, őszhajszálunk gyarapodott szépen. Gondoljunk az idősekre, kik előttünk járnak sok-sok évvel, gyengülnek és felejtenek, éppen ezért óvjuk őket. Tiszteljük sok-sok munkát, törődést és fáradozást, tisztelettel, hálatáltan köszönjük meg, amit értünk tettek. Szívkorúak, örök fiatalok, legyen ma egy vég napotok, felejtsétek a púta bánatot, legyen még tengernyi boldog órátok.